kézműves sportékákból, az ékszerektől kezdve a dekortárgyakon át a termelői élelmiszerekig, valamint a finomabbnál finomabb süteményekből és zenei élményekből ezúttal sem volt hiány a Búzapiac téren, a második őszi kultúrpiacon október utolsó vasárnapján. A közelgő Minden Szentekre tekintettel számos virágárus és koszorúkészítő is bemutatta portékáját, valamint a már megszokott bolhapiacot is meghirdették a szervezők, akik a bejáratnál frissítővel várták a látogatókat, akik cserébe adományukkal támogathatták az Octopus Egyesület munkáját. A rendezvényt Richter Mátyás, a kalocsai belvárosi plébánia káplánja nyitotta meg igéi köszöntőjével délután 2 órakor, a folytatásban pedig a kultúrpiac visszatérő látogatói előtt már ismert változó korszak adott verses zenés műsor. Keresem magamat, fázom a nap alatt, világít a szemed, kereslek szeretet, fiatal akarat, ülök a fa alatt, érzem, hogy szerető, fejemben gondolat temető, uzog az életen, értem egy artériát, mindenkit szeretek, aki a szívemben áll, tág semmiség, piros porra, csendek, fejemben hevernek, csendes veremben, nem látok túl a tájon, kezemben színes ecsetek, előttem üres vászom, odakint, idebent, még mindig nagy a csend, egyedül vagy veletek, de nincs meg a szeretet, eljössz, elfeledsz, maradsz, megrekedsz, eljön, elfeled, bízik, megvezet. A rendezvényre városunk polgármestere dr. Bagó Zoltán is kilátogatott családjával érdeklődőként. A városvezető örömét fejezte ki, hogy nem csak a zöldségpiacok során, hanem ilyen alkalmakkor is megtelik a Búzapiac tér. Városvezetőként tulajdonképpen a jó gazda gondosságával jöttünk el ide, mert ugye kíváncsi voltam arra, hogy az Octopus Egyesületnek ez a kezdeményezés ez éppen most hol tart. Különös tekintettel arra, hogy ugye az én javaslatomra ez év végéig van szerződésük a Tiszti Klubban, pontosabban úgy, hogy a programjaikat a Tiszti Klubban tudják szervezni, és ugye a minap is nagy sikerű rendezvényt bonyolítottak le, és azt hiszem jövő héten is Péter Fibori jön talán hozzájuk, úgyhogy eléggé belehúztak a fiúk, hála Istennek. A délután során koncerttel készült a kalocsai fúvószenekar, majd a Szent István Gimnázium tanulói adtak műsort. A programok sorát a Bartal Csapai Duó fellépése zárta.